Simon László lemondását követeli az Együtt. Az ellenzéki párt szerint a miniszterelnökség államtitkára hazudott, amikor azt állította, hogy nincs köze az Simon borászathoz, mert az a feleségé. Csak hogy a cégadatok szerint az államtitkár még mindig többségi tulajdonos abban a cégben, amely a borászatot üzemelteti. A borászat rákellenes hatásúként hirdetett a saját barackosukból származó barackmagot. Ma hiába kerestük, az államtitkár nem ért rá válaszolni a kérdéseinkre. Államtitkár úr. Az államtitkár először nem akart nyilatkozni az RTL híradónak tegnap az Simon borászat által korábban kínált barackmagról. Nem vagyok a cég ügyvezetője, úgyhogy nem tudok érdemben válaszolni. A HVG vette észre, hogy családi cége honlapján zacskonként 1000 forintért saját gazdaságukból származó barackmagot hirdettek. A zacskóra azt írták, a barackmag rákellenes hatású, méregtelenítő, tisztítja a májat és javítja a látást. Ez azonban nem bizonyított, és a barackmag hatóanyagát tartalmazó gyógyszerek forgalmazása tilos is. Simonék ugyan nem gyógyszerként hirdették a barackmagot, de az ügyben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal így is vizsgálatot indított. Tilos ugyanis az élelmiszereknek olyan gyógyhatást tulajdonítani, ami nem bizonyítható. Sajnálom, mert szerintem a barackmag rendkívül finom, és az én megítélésem szerint egészséges is. Tegnap már csak ennyit állított biztosan a barackmagról Simon László, illetve azt, soha nem adtak el egyetlen darabot sem, mert elromlott a barackmag törőgépük. Másról először nem akart beszélni. Ne türelmetlenkedjen, Júcsi, legyen kedves hagyni, hogy válaszoljak a kérdésekre. Aztán mégis válaszolt. A mi vállalkozásunknak a tulajdonában van 20 hektár kajszibarack ültetvény. A vállalkozásáról beszélt Simon László, aki később azt mondta, az mégsem az övé. Nem az enyém a cég, ráadásul még ezt is rosszul tudja. Csak utána kéne nézni a dolgoknak alaposan, csak nem néznek a dolgoknak a cégben. Még csak résztulajdonom sincs abban a cégben. Akkor mi van? Semmim. Hát ezért mondom, hogy... Ez Simon László borászata, aminek nincs köze Simon Lászlóhoz? Nem, hát a feleségemé. A feleségemé. És az olyan, mintha semmi köze nem lenne. De, Isten, de uram, de most mi a kérdés? Utána néztünk. A hatályos cégnyilvántartás szerint több mint 50%-os tulajdonrésze van most is a Simon és Simon Kft.-ben, és saját a kormány.hu-n megtalálható vagyonnyilatkozatában azt írja, ő az ügyvezető is. Az Együtt szerint Simon Lászlónak le kell mondania. Azok után, hogy a haverjait kitömi pályáztatás nélkül közpénzekkel, nyilvánosan belehazudik az emberek arcába, mikor azt állítja, hogy nem az ő tulajdonában van ez a botrányos cég. Úgyhogy ezért követeljük azt Simon Lászlótól, hogy azonnal mondjon le minden tisztségéről, és távozzon a közéletből. Van még kérdésük? Megpróbáltuk újra elérni Simon Lászlót, hogy adjon magyarázatot az ellentmondásra, amely a tegnapi nyilatkozata és a hivatalos cégadatok között van. Az államtitkár a miniszterelnökség sajtóosztályán keresztül csak annyit üzent, ma nem ér rá válaszolni a kérdéseinkre.